Sok minden történt a múlt héten, nézzünk ezek közül hatot vagy hetet. Botrányos videót tett közzé a környezetvédő. Nem Pumpet Gabóról beszélek, de rövidesen kiderül, hogy kibuktatta le magát. De itt lesz velünk ma Laszkó gazda is, aki közkívánatra a tőzeg legyek ellen lép fel. Tudjátok, ezek a kis muslicaszerű izék, amik főleg télen a cserepeitek körül donganak. Nagyon nem végleges főcím, de ezzel is eltököltem egy pár órát, viszont jöjjön az első rovat. A hét legrosszabb szóvicce. Nem akartam felülni erre a vonatra, de Twitterem The Never Gone rákényszerített. Kiírta, hogy Magyarország előre megy, nem hátra. Ezzel a képpel. Köszönjük szépen a figyelmeztetést, mondjuk a többi tweetje is hasonló, úgyhogy nem véletlenül követem. Szemben Pumpet Gabóval, akit egyáltalán nem követek, de ma nem róla lesz szó. Mindjárt kiderül, hogy kiről, de előtte egy másik történet következik. Úton a világhírnév felé. Pár héttel ezelőtt meghívtak a Borportré című műsorba, aminek ékegyszerű a koncepciója, Kocsisen Brigitta leül valamelyik vendéggel, borozgatnak és közben beszélgetnek a világ dolgairól. Kicsit olyan, mint amikor Détót Krista elvisz magával, leszámítva, hogy itt a műsorvezető is ihat. Krista szerintem ezt a műsor koncepciót nem gondoltad át rendesen. Viszont a műsor történetének valószínűleg én voltam az első olyan vendége, aki jelezte, hogy köszönöm szépen a meghívást, de... nem iszom alkoholt. Erre jött a válasz e-mail, hogy de kóstolni se? Ez kicsit olyan, mint amikor a vegetáriánustól megkérdezik, hogy de a levét se? Mondtam, hogy oké, persze ennyi, belefér legfeljebb, majd 5 perc múlva az asztal tetején táncolok majd. Brigitta, amikor megérkeztem, viszont azzal fogadott, hogy mondhat, hogy nem iszol bort, úgyhogy egy különlegességgel készültünk neked a Lajos Király manufaktúrától, ribizli borral. De hát ez csak pörc. Ettől függetlenül egy picit belekóstoltam, és tényleg jó volt. Viszont ami különösen tetszett benne, hogy szinte elsőre eltalálták a nevemet a palackon. Apropó, tényleg fizetős lesz a Wordle. Ez engem érzékenyen érintene, mert hogy minden reggelemet ezzel kezdem, viszont nem posztolok róla soha. Úgyhogy itt már is megbukott a vegetáriánus hasonlat. Tök jó hangulatú beszélgetés volt egyébként, néhány hét múlva kimegy majd a Borportré adás, mihelyt ez megtörténik, Twitteren megosztom veletek, úgyhogy kövessetek be. Mindjárt lerántom a leplet az állítólagos környezetvédőről, aki nem Pumpet Gabó, viszont előtte a hónap harkája. A Madártani Egyesülettől kaptam egy ilyen naptárat, amiben 12 harkályfaj szerepel, nem véletlenül, mert hogy a 2021-es év madara a zöld küllő lett. A nagy fakopánysról lemaradtatok, viszont februárnak a fekete harkály lett a madara. Azt mondja, hogy a legnagyobb harkályfajunk mérete és zömmel fekete tollazata miatt legfeljebb egy varjúval lehet összetéveszteni. Ki az, aki összetéveszt egy ilyen madarat egy varjúval? A varjak azok tök értelmes madarak, ezek meg csak... mondjuk az tényleg érdekes, hogy nem kapnak agyrázkódást a folyamatos ütődéstől, de ez egy másik téma. A hím egész fejteteje, a tojónak csak a tarkója piros. Ezt hívják egyébként ivari dimorfizmusnak, amikor a két faj egyedei eltérnek egymástól megjelenésben, de hogy miért pont ez a folt, tarkófolt, hát biztos a párzással van valami kapcsolata. Nem tudom, mindennek azzal van. Próbáltam most rákeresni olyan képre vagy videóra, ami fekete harkályokat mutat párzás közben, azt nem találtam, csak egy ilyen zöld küllőt, de hát nagyon hasonló madarakról van szó, úgyhogy lehet, hogy ez a piros folt a leszálló pályát jelzi a hímek számára, a hím nagy piros foltja pedig nem tudom, figyelmeztetés. Dobolása egyenletes, körülbelül 2 másodperc hosszú, ritmusa egy géppuska sorozathoz hasonlít. Országszerte elterjedt, évente egyszer költ a 4-6, ritkán 9 tojást, a hím és a tojó egyszerre költi. Miért fontos megjegyezni a 9-et? Lehet, hogy a 7 meg a 8 az ilyen babonás szám a harkályoknál? Asszony, hány tojást raktál? 8-at. De meg vagy húzatva, az bal szerencsés, dobják ki 2-t. Főtápláléka hangyákból áll, de más rovarokat is fogyaszt. Emiatt nehéz egyébként télen a harkályokat etetni, mert cinkegolyót sokkal könnyebb kiakasztani, mint egy hangyabolyt. Nyilván itt is az a lényeg, hogy az élőhelyüket próbáljuk megőrizni, ezért van az, hogy a birtokon nem vágtam ki azt a rég halott barackvát, mert hogy élvezzék a madarak. Azt nem írják, hogy tőzeg legyet eszik-e, de egyébként sem a harkály lenne a legmegfelelőbb a gyérítésükre. Ezzel is visszajövünk az önmagát lebuktató környezetvédő után, aki nem Pumpet Gabó. Oknyomozó riport. A 444 videóriportban számolt be arról, hogy Pumpet Gabó ledobta magáról a textilt, hogy ezzel hívja fel a figyelmet a fertőtó védelmére. Amikor ezt Instán megosztottam, valaki megjegyezte, hogy elég kétértelmű, hogy a tó az állatoké. Ettől elhatárolódom. Viszont mi alatt a fél ország a fertőtóra koncentrált, Észak-Kelet-Magyarországon elég megdöbbentő dolgokat művelt egy környezetvédő. Nem fogtok hinni a szemeteknek. Sziasztok, megérkeztem az utolsó napsugaraknál a bodroghoz. Jó furcsa érzés valamit beledobni a folyóba, bodrogba, de hát...
Szerencsére a heti hatástábja utána ment, és sikerült elérnie a hátborzongató felvételek készítőjét és szereplőjét. Akkor ezt most vállalod arccal névvel ezt a beszélgetést, ugye? Igen. Jó. És ilyenkor büszke vagy magadra? Tehát te ilyen állítólagos környezetvédőként így palackokat haigálsz be a folyókba? Hát nagyon furcsa érzés ez nekem palackot bedobálni, tehát ezt nem szoktam. Erre nem vagyok büszke, de hogy van mögötte egy cél, és tudom, hogy azt egyszer valahol ki fogjuk venni, így úgy érzem, hogy elmegy. Igen. Jó, hát indokokat mindig lehet gyártani, de mi a te indokod, hogy miért szemetelsz nyilvánosan ráadásul? Még a fülesem is kiesett. Az a célja a lényegében, hogy kövessük azt, hogy amit bedobunk, és ami valahogy bekerül a folyóba, azt ugye lássuk, hogy merre jut, merre megy, hol áll meg, hol halmozódik föl, és hova kell nekünk majd menni, hogy nagyon sok szemetet kiszedjünk. Tehát én úgy érzem, hogy ha egy karmikusan nézem, akkor ledolgozom ezt a kis szemetelést. De azért súlyosbítja a helyzetedet, hogy itt konkrétan elektronikus hulladékot pakolsz be, nem csak egy sima PET palackot, mert hogy mi van abban a palackban? Igen, hát ebben egy GPS jeladó van egy akkumulátorral együtt, minél hosszabban üzemeljen. Valóban elektronikai hulladék. Hát annyi a mentségem, hogy nyomon követem, hogy itt az elektronikai hulladék hol van. Nem lenne egyszerűbb csak követni simán azt, hogy hol halmozódik fel szemét? Miért kell azt is megnézni, hogy merre felé úsznak? Azért az elég nyilvánvaló, hogy itt ebben az öbölben például rengeteg palack halmozódik fel. Igen, nyilvánvaló. Mi azért szeretnénk látni egy-egy ilyen kiragadott esetet, hogy azt lássuk, hogy mégis hol vannak a nagyobb kupacok, és ezt úgymond lemodellezni. Tehát, hogy ez egy modellezhető dolog legyen, hogy ne kelljen mondjuk minden évben bejárni az egész teljes Tisza vagy Bodrog szakaszt, fölmérni azt, hogy hol vannak a nagyobb hulladék lerakatok, hanem legyen rá úgymond egy matematikai modell, legyen egy tudományos alapja, amivel meg tudjuk határozni, hogy akkor abban az évben azzal az áradással például hova kell koncentrálni egy PET kupán a legnagyobb erőforrásokat. Hol kell mondani a csapatoknak, hogy figyeljetek, itt, hogyha kiszálltok, akkor tuti, hogy roskadásig szeditek a hajótokat. Viszont ezzel csak a palackok útját tudjátok le modellezni, nem? Tehát, hogy más típusú hulladékokat, amiket találtatok itt-ott, az lehet, hogy nem lehet lekövetni. Igen, főleg a palackoké, de azért nagyon hasonlóan viselkednek, ami vízzel van teli egy üveg például, vagy félig vízzel van teli egy üveg, félig vízzel van teli egy palack, az nagyon hasonló. Az üveg alatt az üvegre gondolok, ugye a palack az meg a műanyag palack. Az üveg az csak az egyik rész, hogy az összes féle vodkás üveget ismerjük már, ami drága szomszédainknál ugye fellelhető, de emellett mindenféle játékszert találunk, a legkisebb gyereknek a játékszerét, az összes pici kis műtyűrtől kezdve a nagyobb kis autókig, a kis fegyverig, a plüss állatig, de felnőtt játékszereket is, tehát konkrétan segédeszközöket is találtunk már, amik így megrökönyödve álltunk előtte, először föl se ismerve, hogy úristen, mi ez, az óriási valami, de igen, találunk érdekes dolgokat. Hát köszönöm szépen, akkor várjuk majd annak a sorsát, hogy az ilyen dildó formájú szenzorok hogyan fognak leúszni a Bodrogon, vagy éppen a Tiszán. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm, sziasztok! Ha bővebben is érdekel a téma, ezzel részletesebben is foglalkoztunk a legfrissebb Szertár podcast adásban. A linket természetesen berakom a leírásba. Lackó gazda válaszol. 2 héttel ezelőtt a heti hatásban megjelentek a képen a tőzeglegyek. Azt kérdeztétek, hogy hogyan lehet tőlük megszabadítani a növényeket. Nem tudom, ilyenkor mindenki valami varázsütésre vágyik, vagy valami egyszerű megoldásra, amitől pikpak megszűnik a probléma. Pedig valójában csak azokon a feltételeken kellene változtatni, amit a tőzeglegyek szeretnek. Kiirtani úgysem tudod őket, de masszívan vissza lehet őket szorítani. Például azzal, hogy hagyod a növények földjét kiszáradni 2 öntözés között, mert hogy a nőstények elsősorban a nedves korhadóanyagba szeretik rakni a tojásaikat, ha pedig ez nincs meg, akkor nem tudnak hova tojást rakni, tehát probléma megoldva. Szóval ne öntöz túl a növényeket. A túlöntözésnek a legbiztosabb jele, hogy most épp szétnézel és azt mondod, hogy tehát én nem is szoktam túlöntözni őket, és mégis itt vannak. Két hülyét ez, Eredetileg egy hosszabb magyarázattal készültem életciklusról, meg ilyenekről, de mivel reggel gyakorolgattam az akkordváltásokat a gitáron, közben elkezdtem hümmögni, és arra gondoltam, hogy írok nektek egy dalt a tőzeglégy elleni védekezésről. Nem mintha tudnék egyébként gitározni, de ez most részletkérdés. Tőzeglegyeket mindenki utálja, pedig nincs a növények kárára. Gombát esznek és korhadó szutykot, főleg ha az víztől lucskos. Növények földje sokat ázik, hajszál gyökérre is rácápázik.
Ekkor már túl nagy a baj, te cseszted el, ezt ne is tagad. Úgyhogy ezeket mondom mindig, hogy ne öntözz túl, ne öntözz túl, tőzeg légy, csak ebből tanul. A tojásait a földbe rakja, ha nem kapja el egy ragacsos lapka. Igen, gyérítheted ezzel is, de ne öntözz túl az Istenét. Ne öntözz túl, ne öntözz túl, tőzeg légy, csak ebből tanul. Viszont ha olyan sok van belőlük, hogy már feketéllik, ha légy felhő, ültesd át, de az az első, hogy szabadulj meg a régi földtől, a gyökér közül és a cseréből. Nagyon alaposan most el a cserepet, az új föld útján ne keresztezze a régiét, és utána pedig természetesen figyelj arra ezentúl, hogy ne öntözz túl, ne öntözz túl, a tőzeg légy, csak ebből tanul. De ha mégis szerhez nyúlnál, szinte tök mindegy, hogy mit használnál. Fontosabb, hogy a földbe öntsd, és ne a növény permetez vele, és ne is a kifejlett legyeket spriccelt könyörkön. Ja, és ismételd meg letenkönt, mert hogy a lárva és a tojás az ott marad a földben, azokat általában nem érintik a növényvédőszerek, tehát amikor azok kifejlődnek néhány nap alatt, azokból újraindul a fertőzés, még akkor is, hogyha úgy tűnik, mintha elsőre megoldottad volna a helyzetet. De a lényeg akkor is az, hogy ne öntözz túl, ne öntözz túl, a tőzeg légy csak ebből tanul. Ne öntözzétek túl. Gyászhír. Nagyon szerettem volna, hogyha ez a cím is csak egy poén lenne, jönne valami mókás, elferdített beszámoló, viszont amikor azt mondtam, hogy a heti hatásban azokat a témákat dolgozom fel, amik az adott héten megérintettek, akkor azok mellett sem tudok elmenni, amik valóban sokkoltak. Vannak tudományos újságírók, akik úgy tudnak tényszerűen írni, hogy közben azért valamit bele tudnak csempészni a saját személyiségükből is. A legblődebb mindeközben bejegyzést is úgy tudják tálalni, hogy hiába vagyok beoltva a clickbait ellen, azonnal rákattanok és kíváncsi vagyok, hogy mi van benne. Bármelyik tetszőleges cikkük olyan, hogy úgy érzem, ma is tanultam valamit. Ők azok a tudományos újságírók, akiket nem csak a tartalom miatt élmény olvasni. Ilyen volt Hegyes Halmi Richárd a Kubit, korábban az Index Tudománytech rovatának újságírója. Felfoghatatlan.